kontra. Szervusztok, kedves hallgatóink! Ez a Kontra, Grósz Béla, és most vendég műsorvezetőnk, Lengyel Tamás, és a 24.hu podcastja. Üdvözlünk, Tomi, ismét a hajóban, sokáig nélkülöztünk téged. De mai témánknál úgy éreztük, hogy adekvát, amíg másik Tamásunk éppen a németországi rohadó nyugatot látogatja, és felügyeli, hogy éppen milyen e-bike fejlesztések vannak. Mi, hogy egy versenysport témánk lesz, ugyanis a mai vendégünk pedig Dina Márton. Szia, Marci! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Azt gondoltuk, hogy megfelelő az, hogy Tomi kellő inside knowledge-al tegyen fel kellemes vagy kellemetlenebb kérdéseket Marcinak, majd akkor én leszek ebben a kicsit kívülállóbb. Marci így pár héttel a Giro után kellően jó élményekkel, hát vagy kérdés, hogy jó élményekkel gazdagodva, megfelelő mennyiségű sajtótájékoztató és prezentáció után majd kíváncsiak vagyunk, hogy mit fogsz mondani. Tehát akartunk arra is egy képet adni, hogy minden a Giro-ról szól, de hogy honnan indultál, mennyi meló van e mögött, és hogy merre tartasz majd a jövőben. Én úgy én is kezdeném, mert ugye a Giro az mindenképpen megvan, hogy kicsit bemutatkozz, hogy honnan indultál, mindig országút tisztál, mert szerintem a legtöbb embernek nem olyan triviális, mint... Nem, én mountain bike-kal kezdtem a pályafutásomat. 2009. március 15-én mentem el először edzésre. Ezt a dátumot elég könnyű volt megegyezni. És hát akkor így szépen lassan jutottam föl, először így a magyar mountain bike. Hát nem azt mondom, hát végül is csúcsára, mert egyszer voltam magyar bajnok. Kicsit ilyen átfedéssel lettem országút is, és ez az első szezonom, hogy csak és kizárólag országúton versenyzem. Így szépen alakult át évről évre. Egyre kevesebb monti, és egyre több országúti lett. És mikor érezted azt, hogy akkor ebből nem csak hobbi lesz, hanem lesz valami komoly, kézzelfogható pályafutás is, vagy profiskodni fogsz? Körülbelül így ilyen 23, második, harmadik éve volt ez, amikor úgy gondoltam, hogy ebből tényleg lehet valami. Nyilván így hittem benne, de így volt, nem tudom, én soha nem arról álmodtam, hogy akkor majd olimpiai bajnok leszek, meg Tour de France győztes, hanem mindig ilyen kisebb céljaim voltak, úgymond, és akkor azokat, amikor sikerült elérni, akkor mindig mertem nagyobbakat álmodni. És olyan pillanat volt, amikor azt mondtad, hogy jó, oké, fuck this shit, felgyújtom a bringet? Volt, persze. Volt. És tudom, hogy egyszer vagy kétszer fordult meg a fejembe, hogy ezt így lehet, hogy akkor abba kéne hagyni. De bevallom őszintén, hogy én soha nem szerettem tanulni, úgyhogy mindig inkább kimentem helyette biciklizni. Ez segített. Tehát, hogy ha ömlött az esői, meg hideg volt, akkor is inkább bicikliztem, mint hogy tanulni kelljen. Hát sokan voltunk így ezzel szerintem. Hát én sem voltam másképp, és államvizsgára készülök, és ahogy olvasom a tételeket, az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy itt mindegyik tételt, amit elolvasok, így kb. Tudom, míg az érettségén, amikor elkezdtem most az érettségi tételeket, gyakorlatilag a fele teljesen ismeretlen volt. Úgyhogy majd lehet, hogy ez megváltozik. Hát ez pont tudom, milyen érzés, mert én azt hiszem, hogy a szóbeli érettségére, amir ugye volt magyar, meg töri, meg angol is, én szerintem egy 2 nappal előtte kezdtem el tanulni az összes tételt. Úgyhogy az a 2 nap az nyilván full tanulás volt, de nem volt, tehát nyilván nem értem a végére teljesen. Mondjuk ez inkább olyan tanulás, mint amikor ilyen memóriátékban tudod, hogy a harmadik oldal bal felső sarkában éppen Arany Jánosnak a születési dátuma van, és azt próbáltad meg felidézni. Igen, én egyébként így tanultam világéletemben. A pánik tanulás egyébként a legjobb, ha van az embernek ideje rá. Az érettségére a 4 vagy 5 napos Pest megyei körversenyről érkeztem. Én is nagyon fel voltam készülve, nekem még az utolsó 2 napos tanulási adatot meg. Én meg ezt valahogy sose tudtam megoldani, én mindig valahogy úgy csináltam, hogy oké, leosztottam, hogy 18 nap, akkor van 36 tétel, akkor minden nap 2-t, és mondjuk ennek az volt a hátulütője, hogy a második és harmadik tételt kívülről tudtam, a utolsó 31 és 32-es már alig. Te szellemi tervgazdálkodó. Ez is igaz, tehát a droid a másik kifejezés, meg pont az adás előtt a Tomi azzal stresszelt, hogy úgyis el fogom rontani a beharangozást, illetve a kezdőmondatot. Majdnem sikerült. Amiért fontos is, és majd rá fogunk térni a Giro-ra, az látszik, hogy ez egy nagyon sok, tehát 2009 óta azért már azért 12 év eltelt ebben a, hogy mennyi meló van. És ugye ezt nagyon-nagyon kevesen látják. Attilával is, amikor volt az interjúnk, akkor is azt próbáltuk meg szemléltetni, hogy ez nem egy év alatt sikerült. Tehát ez az ilyen midlife crisis-os világbajnok leszek szindróma nem feltétlenül kivitelezhető ahhoz, hogy bekerülj a profi sportba. Mennyit edzel most? Hát most van laza hetem, és az 15 órás. Tehát egy héten 15 óra kerékpározás, és ez abszolút laza. Tehát ennél csak több 20 és 25 között van a kerékpározás egy héten, és ezen kívül vannak még
kondi, van egy vagy kettő kondi, ez attól függ, hogy mennyire van verseny. Hogyha versenyek vannak, akkor van, hogy egy sincs. Télen van, hogy három is van egyébként egy héten. Illetve vannak még korgyakorlatok, meg beírják nekem a Training Pinks-be az ilyet, hogy a hengerezés, meg az ilyen kompenzációs gyakorlatokat is. Mennyire jön ki egy éved? Hát szerintem ilyen 900 körül volt a tavalyi év. Mármint csak a biciklizés. A mindennel együtt 1000 fölött, 1000 és 1100 között. És hogyha összedobálod az előző éveket, akkor így az hogyan növekedett? Ez mennyi ideje 900? Vagy ez szépen most felment ennyire? Egyébként így az elmúlt években olyan nagyon-nagyon sokat nem emelkedett, látom. Tehát egy picit igen, de nem annyit. Például, mint amikor pont az Atival voltunk csapattársak, és édesapukája kezei alatt fejlődtünk évről évre, akkor több volt az óraszám, meg a kilométer is évről évre, mint amennyi most. Arra gondolsz, hogy nagyobb volt az ugrás évről évre, mint most már. Igen, de mondjuk akkor fiatalabbak is voltunk, tehát hogy akkor ezt meg lehetett csinálni, most meg már, ha ilyen nagy ugrást csinálnánk, akkor lehet, hogy egy kicsit letérdelnénk. Ugye most mindenki számára, hogyha most elkezdjük leosztani ezt a 900-at, akkor így nettó órában ez most 18 órára jutnak én minden hétről hétre, ami nem is tűnne olyan soknak, de hogyha beleszámítjuk azt, hogy mondjuk, akkor van most egy esős hét, akkor van egy karácsonyi hét, akkor egyszer az ember beteg, akkor utána meg, mit tudom én, túl van edzve, akkor azért masszív inkább a 25 órás átlagok jönnek ki. Hát meg ugye van ősszel kettő teljes pihenő, most a Giro után nekem van hasonló egy hét teljes pihenő, és ez a mostani hét is laza, úgyhogy igen. De egyébként így most már hozzászoktam, tehát engem ez annyira nem vág földhöz szerencsére. Nem azzal kezdtem a podcastot, mint amivel akartam volna, hogy most jelenleg te hol vagy helyileg? Igen, Magyarországon. És mennyit töltesz most utazásra? Elég sokat. Mondjuk most itthon vagyok egy 4-5 hétig pont, de így a Giro előtt, ugye volt egy Giro, az körülbelül, most nem akarok butaságot mondani, de szerintem az volt egy 28-29 nap, előtte voltam itthon szűk egy hetet, és előtte voltam Coppi Bartali egy hét, magaslati edzőtábor 3 hét, plusz Tour of Alps egy hét. Tehát, hogy akkor az elég hosszú volt kint, és ugye egy hét és Giro. Tehát, hogy sokat nem voltam itthon. És hogy éled meg azt, hogy ennyire van, ennyi időt hagy távol a családodtól? Hát figyelj, se kutyám, se macskám, se csajom, egyedül élek. Nyilván hazajárok szüleimhez, de annyira ez engem nem vág föl. Tehát így ebbe szocializálódtam az elmúlt években. Akkor most egy felhívással fordulnánk csinos fiatal sportkedvelő és sportos lányok irányába. De most láttam egy jó hirdetést a milliomosok.hu, hogy találd meg a sugar partnerodat, lehet, hogy akkor oda beiregisztrálunk. Hát figyelj, és mint sugar daddy? Tehát, hogy nem, sugar mom, mit keresünk neked? Ja, rendben, abban benne vagyok. Hogy itt most térjünk rá vissza a komoly témákra, akkor látszik azért az, hogy 900 óra benne, de hát van egy-egy eredmény, meg most a Giro miatt kerültél, de hogy ebben nagyon-nagyon sok év áldozat van, meg az bizonytalanság is, hogy mondjuk Montiból hogyan lépsz tovább, lesz-e valami, lesz csapat, nem lesz csapat, tehát hogy ez... Most ez mindenki szereti éppen kiragadni, de hogy sok évig gondolom, most kutya se hederített rád, hogy bringázol vagy nem bringázol. Hát voltak nehéz időszakok, az biztos. Tehát pont az, hogy ugye jó volt egy ideig a csömör, csak amikor azt kezdtük kinőni, akkor egyébként pont jókor jött szerintem a Pannon Cycling Team. Úgymond, hogy így elkezdtünk országúton versenyezni, csak a második év az már nem olyan volt, mint az első. Tehát már nem is voltak olyan versenyek, már nem volt olyan háttér, már magamnak szerveztem az edzőtábort, és például ebből ugye az Ati kimaradt, tehát hogy ő nagyon jókor került el, viszont így páran megéltük a pár hónapot, amikor nem tudtuk, hogy mi lesz, és akkor kellett erősnek maradni, és szerencsére jött is egy-két eredmény, aminek köszönhetően az évközben tudtam elkerülni a kométához. Ehhez is kellett szerencse, meg jókor kellett lenni jó helyen, nyilván egy-két eredmény is. Hát, hogy fogalmazzak, volt, hogy a kutya se hederített rám, de aztán mégiscsak kellettem. Most pont eszembe jutott, Marci, utoljára, amikor én úgy fogalmazok, hogy először is utoljára, amikor felhívtak a telefonon, akkor pont egy ilyen krízistől próbáltalak megmenteni, amikor egy elég rossz választást, én véleményem szerint rossz döntést választottál, vagy rossz döntést hoztál, és aztán talán igazam is lett valamilyen szinten, de ezt is kimozogta a karriere. Tehát, hogy ezek szerintem mindenkinek a karrierben benne vannak, hogy döntenie kell, és
gyakorlatilag egyedül kell döntenie mindig ilyenekről, vagy nagyon nehéz döntések ezek, amiket meg kell hozni a karriered során, amit nem tudod, hogy mi lesz a vége. Tehát ahogy így mondod, hogy nagyon jó volt mondjuk a panon, de a második évben már nem volt jó. Jó volt a csömör, voltak olyan nehézségek, amikor nem volt jó. Kitáncolsz belőle, visszatáncolsz. Tehát rengeteg ilyen van, amikor szerintem a magyar sportolóknak a legnehezebb dolog az, hogy nincs mögöttük egy olyan háttér, akire hallgatni lehetne biztosan. Nyilván az nincs olyan, hogy orákulum, de hogy szerintem én is szerintem azt éltem meg a legtöbbször karrierem során, hogyha lett volna egy okosabb ember mellettem, akkor egy csomó rossz döntéstől megkímélhetett volna. Igazad van egyébként ebben, hogy tényleg nem volt mellettem olyan ember, aki ténylegesen látta volna azt a helyes utat, amit nekem követni kellett volna. Tehát, hogy voltak itt ígéretek, és tudod, így sokszor így hajlamos vagy hinni az ilyen nagyon-nagyon nagy ígéreteknek, és valamikor ez bejön, valamikor nem. Tehát, hogy például a Pannon Cycling Team első évében ez bejött, mert tényleg jó edzőtáborok voltak, jó versenyeket mentünk, és ha az az év nincs, akkor egyikünk se országútizik most valószínűleg, vagy lehet, hogy országútiznánk, de biztos, hogy nem ilyen szinten. Hogy akkor is beszéltünk, már én is beszéltünk erről, hogy nektek lehet, hogy át kéne nyergelni, és talán ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenki arról beszél, hogy ugye, vagy legalábbis a mountain bike, nem akarom őket bántani a mountain bike-os köröket, mert nagyon sokat köszönhettek nagyon sok embernek, meg a sportágnak, de mindenki arról beszél, hogy na bezzeg a montisok. És ugye én bennem meg egy kicsit mindig az van, hogy ha bezzeg montisok lennétek, akkor most nem beszélgetnénk itt. Mert mondjuk mi lett volna a kilátás a montisportban? Most tényleg most tegyük föl, hogy nem panonoztok, hanem montisztok. Egy darab olimpiai kvótát próbálnánk megszerezni, négyen, vagy hárman, és azon verekednénk, hogy ki menjen érte. Mert, és ez mivel járna? Járna három darab melegítővel, két táskával, meg két szemüveggel, és azon kívül mivel járna? Hát, körülbelül ennyivel. Tehát, hogy nem hinném, hogy egyikünk is profi mountain bike csapatban lenne, mert ez általában, ahogy én így látom, inkább így nemzetekre épül, vagy tényleg ilyen, olyan szuper tehetségnek kell lenned, mint a Simon Andreassen, vagy nem tudom, kit mondjak, hogy tényleg szétnyeri magát. Mi meg nem, tehát hogy azért nem nyertük szét magunkat, hanem szépen lépcsőre fejlődtünk, és sokan látták, hogy egyre jobbak vagyunk, de szerintem nem kellettünk volna profi csapatnak, tehát hogy lehet, hogy egy itthoni, lehet, hogy még mindig a Cube csömörbe montiznánk, csak egy picit több. Azt akarom kérdezni, volt egy nagyon jó úszármos eredménye világbajnokságon, ha jól emlékszem. Voltam világkupán 7. úszáromban, és világbajnokságon 12, azt hiszem. 12, ha jól emlékszem. És hogy mindez kvázi gyakorlatilag amúgy az ingyen kerékpározást jelenteni. Tehát így félig a mostani helyzethez képest. Ja. Megélni nem nagyon lehetne belőle, az biztos. Na, nekem az maradt meg, amikor egy svájci világkupa után a Vogel akkor egy világkupa dobogós cseket bevillantott, és azt mondta, hogy bruttó 350 eurót nyert, vagy valamilyen 500 euró. Nem, 350 volt, és abból még levonják a doppingot, meg az adót. Igen, tehát nem akarjuk itt a mountain bike-ot bántani, illetve Tomi, te szerintem akarod bántani. Nem, abszolút nem. Hát én nekem is volt azért ebben részem nem is kevés egy pár évig, meg én aztán tényleg a kerékpár egyik szakágát sem szeretném bántani, csak próbálnám érzékeltetni, hogy azért ez mekkora változás a ti életetekben, hogy gyakorlatilag azért a nem kérdezem meg a fizetésedet, de mondjuk a profi országúti minimálbér, az hogyan viszonyul mondjuk egy montis versenyző életéhez képest? Tehát ez a 350 eurós pénznyereményhez képest mondjuk. Hát mindenki rá tud keresni egyébként, az fenn van hivatalosan az interneten, hogy mennyi egy profi országút is neopro, tehát elsőves profinak az éves minimálbérje, abból ugye lejön az adó, de sokkal jobb, mint ingyen kerékpározni, vagy közel ingyen kerékpározni. Mert egyébként nem gondolom, hogy jó, mondjuk osztrák versenyző, osztrák csapatban lehet, hogy úgy, ahogy keres, de biztos, hogy nem úgy keres, mint egy profi országút is. Össze se lehet hasonlítani. Akkor a nyereményekről, prémiumukról, meg igen, a körülményekről nem is beszéltünk, hogy montisok sokszor maguknak fizetik az edzőtáborokat. Országúton, hogyha nincs egy vagy két közös edzőtábor egy télen, akkor az már elég rossz csapatnak minősül. Akkor miután itt 5 perccel ezelőtt eldobtátok itt nekem a labdát, akkor azt le is csapom, hogy miről szólt az a telefonbeszélgetésetek, amiben meg akartad védeni Marcit. Én úgy gondoltam, hogy hozott egy döntést, aminek én hírét vettem, és én soha senkit előtte és utána se hívtam föl ilyen miatt. Akkor még úgy gondoltam, hogy talán hathatok rá, de akkor teljes elhatározással hozottam azt egy döntést, amit egyébként most, ahol most tart, lehet, hogy az is kellett hozzá, az a tapasztalat, az a pofon. Én úgy gondoltam, hogy segítek neki, ha beszélek erről, szerintem egy rossz döntés. Ő már azt mondta, hogy már
így döntött, majd meglátja, mi lesz. Mondjuk ebben az esetben az idő engem igazolt, de nem biztos, hogy minden esetben így lett volna. Ez az én verzióm, nem tudom, Marci, te mire emlékszel. Ez egyébként ez nem titok, tehát hogy azt hiszem, hogy 2 év után én úgy gondoltam, hogy nekem ott kell hagynom a Cube csömört, és más úton próbáltam meg előre haladni. Ami végül is igen, valamilyen szempontból rossz döntés volt, viszont egyébként valamilyen szempontból szerintem jó, mert megismertem olyan embereket, volt egy olyan edzőm, akit én tökre kedveltem, és a mai napig jobban vagyunk, és szerintem elég sokat tanultam tőle. Az más kérdés, hogy igen, gyakorlatilag, egyébként, tehát hogy én ezeket így kimondom, hogy gyakorlatilag szembe köptem ezzel a Walter Tibit, aki az előző 2 évben nekem nagyon sokat segített, és az nyilván neki nagyon rosszul esett, meg így utólag egyébként tényleg nagyon hülye voltam, de hát most erre viszont azt mondom, hogy nagyon döntést. Így van, hogy ostorozod magad egyébként. Ettől függetlenül én mindig minden sportolónak azt szoktam mondani, már edzőként, hogy mindig minden esetben a saját előre menetelüket és karrierjüket nézzék, nem azt, hogy máshogy fogja magát érezni, vagy mi lesz az aktuális csapatával, vagy ezzel azzal, mert mindenkinek egy karrierje van. Tehát szerintem ez így, hogy akkor úgy érezted, akkor lehet, hogy ez egy jó döntés volt, amit tanult. Időszerű amerikai sportanalógiámat hozom be, amitől Tomi mindig a falra mászik, hogy az amerikai kosárban van ugye az, hogy a legtöbb kosaras egy év után ott hagyja az egyetemet, ugyanis kötelező, hogy egyetemen egy évet játsz, hogy bekerülje az NBA-be. És a korrekt edzők a szuper tehetségeknek konkrétan mondják, hogy egyébként, tehát egy év után mennyi keresél pénzt, mert a családodnak szüksége van rá, ám bár de ugye az ő érdekük inkább az lenne, hogy ott maradjon több évig, érjen alatta, és akár ezáltal össze tudjanak szedni egy bajnokságot, de nyilván a saját sportolói érdeket kell ebbe a szem előtt tartani. Én egyébként soha nem így a pénzt helyeztem első helyre, tehát hogy én mindig inkább úgy gondoltam, hogy tehát hogy így a fejlődést inkább, tehát minél jobb versenyekkel mehessek, minél jobb technika legyen alattam, jobb edzőtáborokba jussak el, stb. És ezek voltak így igazából beígérve, amik nem teljesültek. Viszont annyit fűznék még azért talán hozzá, hogy valószínűleg rossz döntés volt, viszont azért én azt kimerem jelenteni, hogy amit így eddig csináltam az életemben, hogy továbbra is mindent így csinálnék. Tehát nem biztos, hogy mindig jó út volt, de mindig tanultam belőle. És szerintem ezt akartam mondani, igen. Ezek a hibák, ezek kellenek ahhoz, hogy jobb versenyző legyél, vagy jobb ember. Jobb döntéseket hozzá később, amiből tanulsz. És egyébként én ugyanezt szűrtem le akkor ebből, és azóta se soha senkinek semmilyen tanácsot nem adtam. De egyébként nekem jól esett, hogy felhívtál, meg úgy beszélgettünk, arra emlékszem. Tehát, hogy nem tudom, hogy akkor mi mennyire ismertük egymást. Az baj, hogy tényleg akkor már eldöntöttem. És én meg olyan vagyok, hogyha egyszer kimondok valamit, akkor az úgy van. Tehát nem szeretnék visszatáncolni. De nem is szabad egyébként. De csak egyébként ezt kicsit túlhúztuk ezt a témát, ez csak egy érdekesség, hogy milyen fordulatok állnak be az ember karrierjében, hogy nagyon sokszor kerül mélypontra az ember karrierje, mégis aztán egyszer csak ott állsz a hősök terén, én csak a képeket láttam, de rengeteg ember előtte meg ott tekersz a Giro, nem tudom, a Sagan mögött, meg mindenkivel, aki szuperszárok és addig elképzelhetetlen volt. Ez egy elképesztő kontraszt, nem? Abszolút, abszolút. Hát egyébként az a durva, hogy így a Giro, tehát mondtam, hogy én soha nem álmodtam akkorát. Így oda kerültem a Giro-ra, persze, utólag visszagondolva ez egy gyerekkori álom. Viszont most nem, tehát a Sagannal konkrétan még nem hiszem, hogy tekertem együtt, de mit tudom, az Ineos-os első sorral ott tekertem a Tour of Alpes-on. Érted, a Demarkiról szedtem le a helyi trikót, aki amúgy felvette a rózsaszín trikót. Tehát, hogy nekem nem volt úgymond akkora élmény ott tekerni a Giron, mert így mindig így lépcsőről lépcsőre gondolkozom, és úgy gondolom, hogy ez a Giro is, legalábbis nagyon remélem, hogy csak egy újabb lépcső volt a karrierembe. Nyilván, hogyha a 18 éves fejemmel azt mondják, hogy majd a Sagannal fogok együtt tekerni, akkor meg mondjuk tényleg akkor vele tekerek, akkor lehet, hogy én is kirakok egy tévékockát az Instagramomra, hogy úristen, a Sagan mellett tekertem. Én abszolút úgy vagyok vele, hogy az ember, ha föltűzte a rajtszámot, ne kérjen autogramot, tehát ha föltűzte a rajtszámot, akkor versenyző, és akkor azért vagy ott, hogy versenyez, és ismerjük ezt a jelenséget, ezt a ott állok a rajtnál valakinél, és akkor gyorsan lefotózom magam vele című komafarrát, tehát hogy én ennek sose voltam a híve, úgyhogy abszolút egyetértek veled ebben, hogy ahogy te is mondod, hogy ezért lépcső a karrierben, azért vagyok, mert versenyzel, azért vagyok, mert az a dolgod, és nem azt nézed, hogy kivel. Csak én azt akartam ezt kihozni ebből, hogy mondjuk azt, hogy a félig reménytelen Montis létből egyszer csak nagyon rövidre ugratatok egy hatalmasat. Mondjuk azért annyit tennék hozzá, hogy tudod így, amikor így benne vagy ebben a Montis életbe,
akkor legalábbis én egyáltalán nem gondoltam reménytelennek. Tehát, hogy nem tudtam, hogy országúton vagy Montiba kötök ki, de soha nem azon gondolkoztam, hogy úristen, mi lesz majd, mert nem is volt olyan opció, hogy én ne legyek kerékpáros. Tehát, hogy ezen így nem gondolkoztam. Jó úton haladtunk, és bíztam benne. Amúgy az nagyon érdekes egyébként, hogy amit a Tomi mond, meg amit te mondasz, hogy ez a kettő nagyon-nagyon más szempont. Hogy emlékszel, amikor jó pár évvel azután, hogy abbahagytam én is a montizást, és nem azon a szinten voltam, mint a Marci. Elmentem én egy világkupára, és hogy az a kontraszt, és az az élmény, hogy látsz egy világkupát, ami elvileg a sportnak a csúcsa Montiba, és hogy igazából csak azt látod, hogy odálltak pár crafterrel, meg néhány multivennel, és hogy így igazából ebből áll a komplett világi csúcsa. Ezzel szemben meg, hogy mondjam, a magyar körnél is lehetett látni, hogy azért még egy prokonti, még egy konti csapat is 16-szor nagyobb infrastruktúrával dolgozik, mint bármelyik mondtam meg. És amikor benne vagy, és a gép szívisz, akkor ezt nem érzed, nincsen benned, mert ugye hajtod, és ugye, hogy te mondod, nincsen opció, nem nézel oldalra. Csak utána egy picit, amikor így kiszállsz be, és van egy tágabb perspektívád, akkor tűnik talán ez fel. Már tegyük hozzá, szerintem sokat fejlődött ponti infrastruktúra az elmúlt években, de hát nyilván közel nincs ahhoz, mint ami országúton van. Találd meg a legmegfelelőbb sportszemüveget az igényeidhez igazítva. Csekkold a honlapon a Brand New Funriser 920-as modellt fényre sötétedő fotokromatikus lencsével, ultrakönnyű súlyjal és 100%-os UV védelemmel. Mindezt a már megszokott dekatlonos árérték arány mellett. Az adás kezdet előtt egy nagyon érdekes témát vetettél föl, az étkezés és a testsúly, ezt mindenki imádja. Szerintem már máshol is elmondtad, de engem megcsapott. A hány kilóval kezdted, a hány kilóval fejezted be, és hova jutottál most? Egyébként ezt még így adásban nem mertem senkinek elmondani, de én 66 kilóval kezdtem el, a 66,2 voltam az első nap, ha jól emlékszem, a Giro-t. Ez így az első-második napban így felugrott ilyen 67 félre. Volt így az első pihenő nap előtt ilyen 68 fél is, aztán így visszament 67 félre, és az utolsó napokban volt hát már ilyen 68 fél, 68-8, és akkor az utolsó nap biztos, hogy már 69 voltam, de azt már meg sem mertem mérni, bevallom őszintén. Tehát ott már reggel elmentem vérnyomásmérésre, meg ilyenek, és akkor mondtam, hogy ha nem muszáj, akkor nem állnék fel a mérlegre. Kérdés, ugye elmondtad a máshol, hogy ilyen az izomveszteség miatt, hogy attól féltek, hogy sokat fogsz veszíteni, hogy fehérje kúrán voltál folyamatosan. És itt tegyük hozzá, a kreatin miatt, meg a fehérje miatt azért följebb mehet ez. Tehát mondjuk a kreatin mennyi vizet köt meg. Még az első 1-2 kiló az könnyen lehet, hogy azért volt. Ez abszolút lehet, de egyébként a testzsírom is magasabb lett a verseny végére. Az a durva. Tehát, hogy pedig azért nem zabáltam tényleg, csak valószínűleg egy olyan fáradtság lett a szervezetbe, a szervezeten, hogy így mindent, amit tudott, elraktározott. Egyik oka, amiért 3 hetest kell menni minden fiatal profinak, hogy ezt megtapasztalja a szervezet, és mutatjuk úgy, hogy még effektívebben működhet. És most hova jutottál testsúlyba? Megállt ez a súlynövekmény, hogy most áldott állapotban vagy éppen? Hát most azért ki van kerekedve a fejem, az biztos. Amúgy azért én elég édesszájú vagyok, és szeretek enni, és néha így elszalad velem a ló. Tehát úgy nagy többségében le tudok szépen fogyni, meg úgy oda tudok rá figyelni, de amikor azt mondják, hogy most akkor élvezd, akkor én ilyen durván élvezem, és akkor ez egy ilyen kétnapos zabálást eredményezett nálam, és tényleg csak ilyen rosszakat ettem, tehát amit el tudsz képzelni. Nem akarok butaságot mondani, de szerintem, ha jól tudom, 1 gram cukor, 4 gram vizet köt meg. Hát ez így elég durván meglátszott rajtam, tehát hogy konkrétan 2 nappal a Giro után, délután, egy komolyabb kajálás után felálltam a mérlegre, és bizony 77,7 kilót mutatott ez a mérleg. Az szerencsére egyébként elkezdtem biciklizni, és így elég gyorsan lejött, de most is még ilyen 72 vagyok. Hát ez akkor víz volt Isten igazából. Hát a nagy része igen, de azért valószínűleg egy kevés zsír is jött rám. Még a Giro utolsó napja után is. Jó, azért ez szép, ezt szerintem még off-seasonben is nehéz reprodukálni, tehát ez egy szép teljesítmény. Ez önmagában egy szép teljesítmény a Giro után szerintem, meg a Giro mellett, tehát szerintem ezt írt föl. Hát főleg, hogy mindenki tudod, így azt hittem, meg azt mondták, hogy 3-7 Giro, 3500 kilométer, hogy le fog száradni? Hát nem. Hát nem, pont az ellenkezője. Arról van szó, hogy leesik a gyűrű az ujjukról a 3. hétre az összetett menőknek, meg mennyire szétesnek az emberek, de hogy én
azért azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobban követik már ezt meg profibak. Tehát gondolom a mérlegelés is mondjuk a kiszáradás miatt volt Isten igazából, nem csak súlynövekedés miatt, nem? Volt reggeli mérlegelés, volt szakasz előtt és szakasz utáni mérlegelés is. Tehát, hogy ott nézték, hogy mennyi a súlykülönbség szakasz előtt, meg szakasz után. Abból lehetett látni ugye a vízveszteséget. Egyébként pont az Ati mondott nekem egy olyan tanácsot, vagy adott egy olyan tanácsot, hogy minden nap annyit egyek, amennyit csak bírok vacsoránál. Na most, hogyha én ezt így betartottam volna, akkor körülbelül 70-74-jel érkeztem meg volna az utolsó szakaszra, az biztos. Tehát, hogy nálam ez nem jön, lehet, hogy nála bejön, vagy hát valószínűleg nála bejön, de nálam ez tudni nem jött volna be. Lehet, hogy visszagurultál volna a hegyen az utolsó héten a hegyi szakaszokon? Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Érezted azt a 2-3 kilót amúgy teljesítményben? Amúgy nem. Tehát, hogy annyi, hogy egy idő után már nyilván nem tudtam. Az a baj, hogy az első hét az még jól ment, és utána már annyira nem. És ahogy így fáradtam, úgy csökken a különbség, úgymond a teljes csontnyél, a max, és a még jól esik tempó között. Tehát, hogy így wattra kifejezve, nem tudom, mert nincs wattmérőm, de körülbelül úgy képzeld el, hogy 350 watton még így tök jól esett, tehát még így be tudtam volna lószolni, és a 360 az már le akarok szakadni, és le is szakadok. Tehát minden, ami mondjuk átléptem, mondjuk az anaerob küszöböt, abban a pillanatban szétszaladtam én is. Igen, igen. Tehát most így ezek után annyira nem éreztem a kilókat, tehát hogy most amikor mondjuk 66 nullával lehet, hogy nem vagyok annyira betöltve, mint 67 féllel, és nyilván betöltve azért jobban megy a versenyzés. Ne, nincs wattmérőd, nem volt a zsíró alatt wattmérőd? Nem. Semmire adatod nincs a zsíróra? Wattadatom. Hát az utolsó időfutam az talán megvan, de abban se vagyok biztos. Nem, az sincs meg, mert az sincs meg. És miért? Ez a saját döntésed, vagy a csapat? Félig meddig egyébként saját, félig meddig csapat döntés. Annyi, hogy megkaptuk az új rotor hajtóműveket, ami nem akarok, nem tudom, 300-400 grammal könnyebb, mert karbon hajtómű, viszont nincs benne wattmérő. És nem lehet volna kíváncsi most így utólag, hogy akkor mi történt, hogy történt, hogy esett vissza, mi nem ment. Tehát azért abból elég sok mindent ki lehet varázsolni. Információt, pulzussal, stb. Tehát, hogy... Figyelj, nekem olyan sok döntésem nem volt. Én ezt az új hajtóművet, ezt megkaptam konkrétan az év első versenyén, a Ligoeren, és akkor utána meg nem kezdtem el ezen gondolkodni. Tehát, hogy de... most idén így nem, tehát próbálok ilyenekre nem rá stresszelni. Nincs wattmérő, versenyen úgyse nézem. Ez amúgy az edzőmnek ez nagyon rossz. Tehát ő többször kifejezte, hogy ez barátom. Ha engem kérdezel, tehát hogy én is mondjuk új edző, azért azokat az adatokat ne látni, ami abszolút a csúcs terhelés is, ahol az új maxok és a változás igazán látható. Hát azért gondolom, egy jó versenyzőre jellemző edzésen nem bírja, hogy kihagytani magát, mint versenyen. Azok az adatok nagyon-nagyon hiányozhatnak szerintem a rendszerből. Ez van. Erre nem, de engem csak meglepett ez, gondolom, hogy anélkül azért nehéz valamire építeni, ha annyi mindent nem látsz. Függetlenül a te hozzáállásod nekem nagyon tetszik, mert én nagyon sok profit láttam, hogy amit te is mondasz, hogy nem stresszel rajta, megvonja a vállat, az amelyet, amit adnak. Ettől függetlenül én, mint a másik oldalról nézem, azért mondjuk a 21. században ez azért egy nehéz feladat. A másik, hogy talán nyilván egy három hétből azért egész sok mindent lehetett volna látni, ha mondjuk következő alkalommal is Grand Tourt néz. Valószínűleg igen, de mivel ez nem volt opcionális, ezért így nem foglalkoztam vele. Mondom, az edzőim, az olasz edzőm, ő kifejezte nem tetszését egy gyakorlatilag mindig, amikor erről beszéltünk. És azt tudom, hogy amúgy a Sean Yates-nek, a sportigazgatónak se tetszik annyira ez a dolog, de most nem igazán tudsz vele mit csinálni, tehát hogyha a rotornek olyan hajtóműveket ad, amikben nincs wattmérő, akkor... Van az a pénz, amiért nem kell. SRAM-mal mentünk volna idén, csak ugye a COVID miatt csúsztak a szállítmányok, és akkor úgy volt, hogy megjön márciusra, megjön áprilisra, megjön májusra, talán a Giro-ra meg lenne, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem lesz SRAM. Akkor Shimano-val megyünk, és akkor tudod, így utolsó utáni pillanatban kellett vadászni még rotor hatóműveket, tehát hogy például ilyen tavalyi wattmérőkkel megyünk, ha jól tudom. És jó, hát ez most mindenkinek nehezire esett a beszélés, tehát hogyha elmész és akarsz venni egy Shimano pedált, lehet, hogy 6 hónapot kell elvárni, tehát nem olyan... Hát ezt konkrétan tudom, hogy a Micheltonos szerelők a tavalyi Scottról a Durace szetteket átrakták az idei Bianchira, mert nekik se volt. Lehet, hogy csak edzőbicóra,
de ez megtörtént. És nem csak velünk, hanem velük is. Kellően szakmai hozzászólásom ez a diskurzushoz az, hogy szerintem írni fogok az RCS-nek, a Giro szervezőinek így a sztoritból okulva, hogy érdemes lenne egy új trikót bevezetni, a százalékosan a legtöbb kilót felszedő versenyző, sült krumpli mintás trikót. Vagy az, vagy pedig a Michelin-t megkérni, hogy szponzorálják. Ó, Tomi, értél. Gratulálok. Tényleg. Szerintem nem érzettem fel a legtöbb kilót, de lehet. És csapatban belül beszéltetek erről? Mert nagyon jó téma, sajnos. Csapatban belül biztos, hogy nekem szállt el így a legjobban. Az 1000%. Most azon gondolkoztam tényleg, hogy egyébként pont szerencsés, hogy a utolsó egyik szakaszokra jól megduzzadtál. De most mi a gruppettóban, a Sagan így is egy 10-essel több, mint én. Meg egyébként volt, tehát hogy ott bármennyire nézzük, szerencsére a gruppettó előtt még, mit tudom én, 3 kiló pluszra is meg tudtam érkezni. És milyen volt az igazi gruppettó élet? Ez így... Én nem mentem soha Grand Tour, de az Gruppettóban voltam egy jó pár szó életemben. Kötődnek a nagy barátságok, vagy ez is az is? Voltak a nagy túlélő napok? Voltak én állandó tettes társak, vagy mindig variálás volt? Én nem voltam állandóan Gruppettóban, tehát hogy azért sokszor előtte jöttem meg, amiért egyébként kaptam egy ilyen kisebb fajta lecseszést is, hogy ezt meg kell tanulnom, hogy ha a Gruppettó 40 percre érkezik, akkor én ne érkezzek meg 30 percre, hanem azt a 10 percet is pór pihenjem. És akkor a Gruppettóval jöjjek, mert hogy az mennyit számíthat majd a harmadik héten. Igen, hát az adott feladat az, hogy az adott napon, amikor valami feladat kívánadva, azt hajt végre legjobban, nem az számít, hogy te legyél a 82-dik, ne a 110-dik. Mert nincs jelentősége, hogy egy óra 30 percet van, vagy 2 óra 40. Tehát hogy alapvetően nincs a csapat szempontjából nincs jelentőség. Én nem is tudom, hogy úgy ténylegesen Gruppettóban szerintem ilyen 4-5-ször voltam, de az egyik csapattársam, a Rivi, ő mesélt, ő rendszeres tagja volt a Gruppettónak, hogy azért például a Roach-sal, Nicholas Roach-sal ők tök jól eldumálgattak, meg mondjuk ő olasz, tehát hogy ő talál magának mindig valakit. De igen, voltak ilyen rendszeres tagjai a Gruppettónak, és azért ott hát ott elég lazán veszik, tehát mindenki röhögcsél, beszélget, megállnak pisilni, stb. Most tudom, talán a Rivi volt az, aki ő volt, aki a Zonkolányos szakaszgyőzelemnél megállt a kordonnál, és megnézte a kivetítőn a befutót. Ő volt az? Nem, ő az Albanese volt, aki amúgy Albanese. A Fortúval végig elmenésbe volt, és szarrá dolgozta magát a Fortunátóért, és ő állt meg, és nézte meg ott a végén. Szerintem. De ő... Előttem érkezett, tehát hogy még így is előttem érkezett. Neki volt bőven ideje. És ő bőven volt elmenésbe is egy év alatt. Volt, igen. De konkrétan aznap is elmenésbe volt, és azt hiszem, hogy abban az elmenésben többen is voltak úgy, hogy egy csapatból, 3 csapat volt olyan, hogy 2 fővel. És mindig például a George Bennett volt ott az Affinivel, aki egy ilyen baromi jó időfutammenő, mi voltunk ott az Albanesével, meg a Fortunátóval, és akkor lehetett tudni, hogy a Fortunátó fog harcolni a győzelemért, az Albanese meg kidolgozta magát érte. Úgyhogy ő neki ez volt a feladata, elkezdték a hegyet, le is szakadt, és utána bőven volt ideje beérni, és megérni. Ezt egyébként elhitték a csapatban, hogy reális egy szakasz győzelem, mert azért a csapat idei szereplése alapján nem volt ez annyira benne a pakliba. Így, hogy visszanéztem, hogy ki ez a srác, és milyen eredményei voltak korábbról. Ugye azt mondom, hogy egy nagyon nagy tehetségről beszélünk, de mondjuk a szezonban lévő eredmények, azok nem mutatták azt, hogy az EOLO-nak köze lesz egy szakasz győzelemhez. Hát most, hogy konkrétan mennyire hittek benne, nem tudom. Tehát ez kimondott cél volt, és hogyha valami kimondott cél, akkor nyilván meg akarják valósítani. Tehát akkor hittek benne, de az eredmények alapján nem volt esélyünk, viszont nagyon jó számaink voltak. Edzőtáborban, meg úgy mindenki tudta, hogy amúgy tényleg van rá esélyünk, csak kell egy kis szerencse, meg mindennek úgy kell összeállnia, és akkor meg lehet. És meg is lett. Akkor az edzőtáborban voltak számok. Ez egy fontos... Voltak. Természetesen a 21. században most már mi is watt alapon edzünk, évek óta így készülök, annyi, hogy idén a versenyekről nincsenek számok. Köszönjük szépen, Marci. Most már Tomi nyugodtan tud lefeküdni, és aludni. Én egyébként nagyon nyugodtan aludtam volna vattmérő nélkül is, meg nagyon jól alszom továbbra is, csak hogy érdekes téma ez egyébként. Viszont akkor ez megerősíti azt, hogy nagyon tudatosan készültek a Giro-ra azok az emberek, akik előzetesen ki voltak jelölve. Nem. Nem te, nem rád gondolok, hanem a Lacival, Cilas Lacival beszéltünk erről, és ő szinte fura eltalálta az EOLO-ból a sort, aki menni fog a Giro-ra. Az jó, mert azt konkrétan tudom, hogy a Fortunato volt az utolsó versenyző, aki bekerült a keretbe. Tehát, mennyi idővel előtte tudtad már?
Hát kb. Egyszerre tudtuk meg, de hogy az én helyem biztosabb volt, mint az övé. És ennek mi volt az oka? Az előző versenyek, vérképek, egyébként vérképek. Tehát neki azt hiszem, hogy nagy voltak az értékei. Tehát, hogy nem voltak olyan jó értékei. És ezt egy ilyen sima táplálékkiegészítőkkel föl lehetett hozni. És pont azért, mert olyan rosszak voltak az eredményei, én úgy tudom, hogy nem szerették volna elvinni. Viszont hát ilyenekre gondolj, hogy vasat szeret. És akkor jobb lett a vasa, meg a magaslati edzőtábortól nyilván a hemája is megnőtt, tehát jobbak lettek az értékei, úgyhogy így került be a Giro keretbe. Ja, hát meg azt azért azt elfelejtettem mondani, hogy előtte az Asturiasen ő nagyon-nagyon jól ment. Tehát, hogy ott is bizonyította azt, hogy neki ott kell lennie. Szerinted nem voltak fix emberek a Giro-ra? Tehát azok a rutinos olaszok, amit mondtál? Voltak fix emberek, de ő nem volt. De hogyha most már masszívan Giro-zunk, te hogy élted meg egyáltalán azt, hogy mész? Mennyire volt ez fix idén, vagy mennyire volt meglepődés, mennyire izgultál előtte? Igazából ez ilyen, tehát nekem decemberben azt mondták, hogy semmiképpen nem fog Giro-t menni, mert hogy Tour de Hongrie. És az amúgy engem ilyen nagyon durván szíven ütött. Tehát, hogy az nagyon rosszul esett. Elkezdődtek volna a versenyek, így mit tudom én, Mallorcával kezdtem volna, aztán talán Antaliát mentem volna, meg hát UAE Tourt. Na most ez konkrétan ebből kettő elmaradt, az UAE Tourra meg nem kaptunk meghívót. És akkor így nekem az első három versenyemet azt így lemondták, tehát nem, ott voltam, hogy semmi, nulla. Már elkezdtem szervezni magamnak edzőtábort, hogy valami legyen. Tehát ezek az élmények, úgymond egy kicsit így negatív élmények, így megváltoztatták a szemléletemet, a hozzáállásomat, és rájöttem, hogy amúgy, tehát hogy most én nem leszek attól több, hogyha rástresszelek arra, hogy nem fog versenyezni, meg így, meg úgy, hanem így próbáltam úgy hozzáállni az egészhez, hogy oké, akkor azt csinálom, amit eddig, kapom a fizetésemet, edzek, szeretek edzeni. Tehát, hogy én szerencsére az vagyok tényleg, aki kimegy a havas esőbe is sokszor, tehát amikor amúgy nem is biztos, hogy értelme lenne az, sőt, sokszor hülyeség amúgy kimenni ilyen időben, én akkor is kimegyek, mert így jó érzés ezt megcsinálni. Tehát a lényeg, hogy megváltozott egy kicsit a szemléletem, és úgy voltam vele, hogy edzek, amikor elvisznek versenyre, ott a maximumot mutatom, és ennyi. Ha Tour de Hongrie, ha Giro, akkor Giro. És akkor, ahogy jöttek az eredmények, úgy lett egyre több esélyem, hogy Giro. És az Alpsnak a legvégén, már az utolsó szakasz után, akkor a sportigazgató már mondott olyat, hogy hát most nem lett meg a hegyi trikó, majd a Giron. És akkor ebből már így gondoltam, hogy Giro lesz, de még semmi hivatalos nem volt. És konkrétan szombaton kezdődött a Giro, vasárnap este hívtak föl, hogy akkor Márton, holnap foglalunk neked egy repjegyet, és akkor Giro. Picit így elég hirtelen volt, nyilván emiatt egyébként szerintem annyira nem is voltam felkészülve fejbe erre az egészre, meg is voltam egyébként ijedve tőle, tehát mi van, hogyha nem tudom befejezni, érted? Kimegyek egy Giro-ra, megkapom a lehetőséget, és akkor hazajövök mondjuk a 10. szakasz után, hát annál égőbb nincsen. Szerintem egyébként nem égő egy első áldozónak egy Grand Touron feladni abszolút, meg egy millióka lehet, hogy mire adja fel az ember. Igen, hát de valószínűleg az elég nagy pofon lett volna számomra. Nyilván. Viszont egy nagyon érdekes témát említettél, hogy időjárás, a hideg, a havas eső, hát ebben a Giro-ban azért volt benne részletek, akkor ez téged embert annyira földhöz. Engem nem, abszolút nem. Igazából most lehet, hogy az olasz csapattársaim megköveznének, de azt a szakaszt, amit lerövidítettek, a király szakaszt, én tökre örültem volna, hogyha megtartják az egészet. Ennek amúgy nagyon egyszerű. Volt lázadás volt, egyébként? Persze volt. Megy a sírás-rívás az olaszok között a hidegre, meg az esőre? Hát így nem, tehát már két nappal előtte beszéltek róla, hogy hát ez biztos nem, és akkor egyébként van ez a CPA, és akkor van egy ilyen csoport, tehát itt a kerékpárosok tövetsége, úgymond, vagy nem tudom, érdek, a versenyzőké, van egy ilyen Telegram csoport, aztán, és akkor ott elkezdték ezt nyomni, hogy hát akkor jó lenne, hogyha lerövidítenék, így, meg úgy, és akkor nem akarták engedni a szervezőt, és akkor utólag, vagy így az utolsó pillanatban mégiscsak belementek. Úgyhogy, na de, azt azért elmondom, hogy én azért szerettem volna, hogyha ez tényleg megtartják az egész szakaszt, mert ez kicsit így átment volna, tudod, ilyen túlélő versenybe, sokkal-sokkal több minden fejbe dőlt volna el. Tehát, hogy most mindenkinek ugyanolyan szar. Mindenkinek ugyanolyan hideg, ugyanúgy esik az eső, és akkor
azt számít, hogy ki mennyire bír szenved. És ami még nagyon fontos, hogy viszont akkor nem kezdték volna el így a szakaszt, tehát akkor nem lett volna ilyen nagy tempó, mert akkor kettővel több hegy, és azt tudtam, hogy amikor nagyon-nagyon gyorsan kell menni, akkor nekem kb. Esélyem sincs, mert már nem tudok olyan gyorsan menni. Viszont, hogyha tudod, kettővel lassabban megyünk, az még tök jól esik, és még lehet, hogy kibírtam volna úgy két hegyet az elmenésbe, nem a rózsaszintrikósokkal, tehát nem aki az összetettbe harcol, viszont biztos, hogy könnyebb lett volna elmenésbe kerülni, úgyhogy én sajnáltam. Te a MAU nagy menetelésére szavaztál volna, ha rajtad múlik a hidegben. Igen, hát én felvettem kettő kamáslit, azt hiszem, hogy gabbát és esőkabátot. Ilyen. De egyébként azért a gabbát, ezt már többször említetted, ez a Gabriel-es féle rövidújú, ilyen neoprén, vékony esőkabát, igaz? Tehát, hogy a igen, hallgató... ami amúgy ugyanúgy átázik, mint bármi más, de... Melegen tart. De melegen tart, igen. Bekentem az egész... konkrétan. Melegítőkrémmel bekenettem a lábamat, a térdemet, a karomat, a mellkasomat, a hátamat, úgyhogy én tényleg így arra készültem, hogy akkor ez most egy ilyen 6-7 órás szenvedés lesz. Az érdeklődésre való tekintettel a legtöbb Decathlon áruházban nyáron is elérhető marad használt kerékpár adásvétel projektünk, a Recathlon. Add el a régit és vásárolj a legjobb áron újat a fenntarthatóság jegyében. További tájékoztatásért érdeklődjetek az áruházakban, vagy a recathlon.decathlon.hu weboldalon. Lássuk egy kicsit az olaszokat, hogy egy ilyen kellemes, többnapos, hidegázós, milyen kommentárok és milyen fejek vannak, hogy elmegy a kedvük az élettől, vagy attól függetlenül ugyanúgy maguk mögé rúgdosnak, mint a profi versenyzők általában, hogy nem a... Hát figyelj, így a fejükön nem tudom, hogy sokszor az látszik, hogy elegük van, de azért, ahogy így láttam, ott itt a Giro mindenki baromi motivált volt. Még az utolsó szakaszokon is, tehát hogy az Albanese az konkrétan még az utolsó szakaszon, tehát az időfutam előtti szakaszon is belerúgta magát egy elmenésbe. És így az teljesen hegyes volt, és érted, ő inkább ilyen, hát ő nem egy hegyi menő, tehát inkább sprinter versenyző. Mégis elmenésbe akart kerülni, és leszette a hegyi hajrát egyébként, aztán megjött valahol a gruppettó, amikor utolért. Mi lenne az, amit most így visszatekintve másképp csinálnál a Giro tekintetében, vagy akár az egész évet tekintetében? Hát egyébként semmit, tehát semmit, mert szerintem mindent úgy csináltam, ahogy mondtak nekem. Jó, lehet, hogy többet gruppettóznék, de körülbelül ennyi. Tehát... Viszont a Giro felkészülésedet azon változtattál volna? Ha tudod sokkal korábban, hogy Giro-t mész, mert nem volt egy kicsit az, hogy nagyon megpörgettétek azt? Tehát ez meg nem az én dolgom az edzéstervet írni, tehát hogy én arról nem tehetem. Egy kérdés, hogy... Hát nem, tehát hogy ha én írnám az edzéstervet, akkor nem írtam volna. Ha tudnám, hogy Giro-t meg, akkor én már a Liguére március elején közel csúcsformában voltam. De a Coppi Bartali már egyértelműen. Tehát, hogyha ez kiderül, hogy Giro-t megyek, akkor nyilván egy kicsit így eltoltam volna a formát, hogy kitartson a Giro-ra, mert ez nem volt jó így. Érted, senki nem gondolta, hogy Giro-t fogok menni, de tényleg senki, tehát, hogy így kérdeztem az edzőmet, tudtam én egy hónappal előtte, és mondta, hogy nem, Tour de Hongrie. Mondjuk ez felvet egy olyan kérdést, hogy amúgy kb. Egy időben volt a kettő, tehát, hogy gyanúsan, hogyha a Giro nem voltam csúcsformában, akkor valószínűleg a Tour de Hongrie sem lettem volna annyira. Tehát lehet, hogy ezt így elkottázták, nem tudom. Hát viszont jól mentél egy csomó versenyen. Tehát, hogy ezt most nézhetjük úgy is, hogy mindig az aktuális verseny a cél, és ezért ez elég jól sikerült tavasz volt részedről. Ami... Hát szerintem figyelj, hogyha nem lett volna szerződésem jövő évre, most tudni kapok. Oké, nem hoztam haza egy hegyi trikót se, de azért, hogy 3-ból 2 versenyen volt rajtam, és a harmadikon nem hirdettek hegyi trikót, azért az szerintem nem olyan rossz. És ez volt a kopogtattál? Kopogtattál már egy jobb szerződésért, vagy nem? Nincs menedzsered? Nincs menedzserem, egyébként keresgélek. Nem akarok olyan menedzsert, akiben nem bízom meg, úgyhogy tényleg így valami jót keresek. Én nem kopogtatok. Én olyan mentalitással fogom föl, hogy én örülök annak, hogy itt versenyezhetek, ez egy óriási lehetőség számomra. Maradok a seggemen, és csinálom azt, amit mondanak. Ez tökéletes, de ettől függetlenül, amit mondasz, hogy lehet, hogy lenne kopogtatás, tehát hogy saját érdeked az, hogy valaki az érdekeit képviselje, ha te nem tudod. Kell egy menedzser. Igen, ezzel tisztában vagyok. Akkor most itt a milliomosok.hu mellett, akkor regisztrálom téged majd egy ilyen menedzserkeresek.hu-ra is. Jó, azért annyit hozzáteszek, hogy nem jó bármilyen menedzser. Tehát, hogy olyan menedzser kell nyilván, aki a kerékpáros körökben mozog, és így ismer sok mindenkit. Tehát, hogy nem jó, meg olyan menedzser, tehát egy jó menedzser kell, tehát nem olyan kell, aki mondjuk, mit tudom én, van neki 3 olasz juniorja, mert valószínűleg ő a
Kolpakon, meg az Alfton kívül nem ismer senki mást. Jó, hát itt most nyilván nekünk ez teljesen világos, hogy miről beszélsz, de akkor a nézőknek, hogy nyilvánvalóan olyan menedzsert keresel, aki a Pro Tour csapatokkal és a legnagyobb csapatokkal kvázi napi kapcsolatban van. Tehát rendszeres kommunikációban van, és képes különböző, kivel szóval állnak, fogalmazunk így. Igen, akinek úgy vannak kapcsolatai tényleg World Tour szinten is. És nem az a célja, hogy a te x százalékodat leakassza, hanem az is célja, hogy akkor akiket ő menedzsel, azok jól járjanak. Én egyébként jól érzem itt magamat, tehát hogy nem azért keresek menedzsert, hogy új csapatot keressen nekem, csak hogy úgymond tényleg az én érdekeimet képviselje, és ne veszek el így a sok, amúgy nagyon sok tehetséges versenyző között. Hogyan látod, miben kellene most a legtöbbet fejlődnöd? Amiben most azt mondod, hogy jó helyen vagy itt, látod magad előtt az utat, merre kellene menni? Vagy ez most így ilyen, csinálod a munkádat, és azt hozni fogja magával? Én szerintem igen. Én szerintem jó kezekben vagyok, tehát, hogy itt a vezetőedzőről azt érdemes tudni, hogy Quickstep-be volt évekig, utána a Quickstep-be is dolgozott, mint edző, úgyhogy elég jó referenciái vannak. Én úgy gondolom, hogy elindultunk egy úton, és ezt kell folytatni, mert ugyan a tavalyi évem nem volt annyira sikeres, idén azért erős voltam, nem valószínű, hogy én ilyen összetett versenyző lennék, tehát hogy pont az ilyen szökések lehetnek azok, amik jók lehetnek nekem későbbiekben, és szerintem évről évre egyre jobban versenyzem, a velem egykorúaktól még egyébként én úgy gondolom, hogy el vagyok maradva, tehát hogy ők jobb versenyzők. Én, arra gondolsz, hogy az országúton az a versenyhiány, ami neked van, az a deficit tudásban, taktikában, helyzetfelismerésben, helyezkedésben, ezekre gondolsz? Igen, ez hiányzik, és ezt kompenzálom erővel, ami előbb-utóbb elfogy, mint ahogy láthattuk. Mi az, ami neked nehézséget okoz? Tehát azért biciklizni jól tudsz, tehát mondjuk a Murvás szakaszon azért nem esett ez. Az a legjobb szakasz volt az egész Giron konkrétan. Mindenki szenvedett, én akkor szenvedtem, amikor aszfalton mentünk, és akkor pihentem, amikor a Murván. Ez nyilván a Montiból jön, tanultam kerékpározni, nem zavart, hogyha csúszott két kerékkel a bicikli, mert tudtam, hogy valahol úgy is meg fog állni. Amitben nekem fejlődni kéne, például az, hogy az elmenésbe kerülés, hogy sokszor teljesen fölöslegesen támadtam be, ilyen tök buta szituációkba pazaroltam el energiát. Mondjuk az energia, amit akkor ott elpazarolok, az lehet, hogy pont akkor hiányzott, amikor elment az elmenés. Narcist, ezeket visszanézted? Azokat a szituációkat, amiket elhibáztál, és amiket van a másképp, vagy csak átgondoltad? Nézegetem is, de legtöbbet inkább csak átgondoltam. És a csapat mondta, hogy merre van az előre, tehát hogy mi az, amit most következő célnak kitűz eléd, tehát hogy most lesz következő GT, vagy inkább egyhetesek, esetleg ilyen egynaposok. Idei évben még konkrétan nem tudom, hogy mi lesz, az egyébként napokban ki fog derülni, de GT biztos, hogy nem lesz. Tehát, hogy mi prokonti csapat... Mi prokonti csapat vagyunk, szabadkártyával voltunk ott a Giron, nem is fogunk kapni, nem is kaptunk se a túra, se a Vueltára, úgyhogy nekem maradnak az egynaposok, illetve több naposok, nem is tudom, mi lesz. Ötnapos, egyhetes. Megyünk talán brit kört, ha jól hallottam, az 8 napos. De egyébként neked, mint aki az egynapos Montis világban jön, szereted ezeket a naposokat? Igen, én abszolút szeretem. Pont azért, mert mindenki friss tud az első napokon, és azért, hogyha egy ilyen nehéz verseny van, akkor azért úgy elfáradnak. Azt tudom, hogy én azért erősnek számítok egyébként most már úgy a World Tour mezőnybe is szerintem. Tanulnom kell még ezt. És egyébként a csapaton belül van egy olyan, vagy volt, van a Giro alatt olyan versenyző, aki rengeteg tanácsot adott? Hát nekem sajnos olyan rengeteg tanácsot nem adott senki, mert a két legtapasztaltabb, a Gavazzi meg a Belletti, és ők annyira nem szeretnek angolul beszélni. Én olaszul egyébként egész sok mindent megértek, de mit tudom én, tehát nem kezdtünk el úgy beszélgetni. Meg ilyenek. Nekem azt mondták decemberben, hogy nagyon sokat mozogjak a Bellettivel meg a Gavazzival. Na most konkrétan a Giron versenyeztem először mindegyikőjükkel. Tehát, hogy addig a közelükbe se voltam. Egyébként a nyelvtanulás, akkor ez megvalót a fejedben, hogy mondjuk ebben a csapatban van még egy éven. Ahhoz, hogy ezeket a dolgokat felszed, nyilvánvalóan ezekkel a versenyzőkkel, azokkal a csapattársaiddal, akik nem beszélnek angolul, mondjuk azokkal is kéne tudni kommunikálni, vagy a staffon belül is, nem tudom, ott sok a spanyolról, azt nem tudom, az már egyiket beszéled, érted a másikat is. Igen, egyébként, tehát hogy tényleg sok mindent megértek. Idén van úgy először egyébként, hogy inkább olaszul. Tehát, hogy eddig nem volt olyan verseny,
hogy olaszul beszéltek volna a rádióba. Tehát konkrétan a Giro volt az első ilyen, és amúgy meg is lepődtem, mert eddig minden angolul zajlott. Idén éreztem azt először, hogy tényleg nekem jól kéne most már beszélnem olaszul, mert ez jó lenne. Tehát az okay, ki beszél jobban? Az Ati beszél jobban franciául, vagy te olaszul? Szerintem az Ati franciául jobban beszél, mint én olaszul. Mert én nem beszélek olaszul, csak értem. De nem tudom, hogy beszél konkrétan. Mert ahogy én hallottam, így angolul kommunikál inkább a csapattal. Hogy itt egy cél, Marci, amin csiszolni kell. Az olasz tudásom. Akkor ezt most megfogalmaztuk. Tehát kitűztünk neked egy célt az elkövetkező, de egyébként, ha csak arra gondolsz, hogy akármennyire nemzetközi kerékpársport, és akkor lesz egy menedzsered, és ha lesz egy menedzsered, akkor nyilvánvalóan előny, ha mondjuk több nyelven beszélsz, és így megnyílnak ajtók. Én azt gondolom, hogy a nyelvtudás az egyik olyan kulcsa a profi sportnak, ami nagyon sok problémán átlendíti az embert. Egyébként igen, csak tudod, főleg az, hogy idén a fő sportigazgató Sean Yates, ugye brit, így egyáltalán nem gondoltam volna azt, hogy ebből lehetnek úgymond problémáim, de most a Giron egyébként volt. Tehát, hogy volt, amit azért rontottam el, mert egész egyszerűen nem értettem, hogy mit mond olaszul a rádióba a sportigazgató. Olyankor lószoltam be, amikor a két csapattársam elő volt az elmenésbe. Mert azt hittem, nem láttad? Nem, mert azt hittem, hogy azt az elmenést érjük utol, konkrétan, amikben ők vannak. Tudod, hogy így beleolvadtak a mezőnybe, én a másik oldalon lószoltam, és akkor rá is szólt a fülemre ott az egyik, pont a Gavazzi, amúgy az egyik ilyen nagy öreg, hogy akkor ezt most ne csináljam. Olaszul vagy angolul? Olaszul, és nyilván nem ezt mondta, de tehát egy szimpla káromkodás hangzott el. Igen, gondoltam, hogy nem ez a szia Marci, amúgy remélem jól vagy, kérlek szépen most ezt, ha mennyiben van rá módod, ne tedd. Márton, legyen szíves, húzodjon az oldalra, az út szélére, és hagyja abba a pedálozást. Ugye itt az Elo kommunitánál kettő nagyon prominens személy van a csapatban, a csapat körül, ugye Alberto Contador és Iván Basso velük. Milyen viszonyod van? Van egyáltalán viszony, vagy igazából csak reprezentatívak? Ivánnal így néha beszélgettem, meg neki megvan a száma, beszéltünk telefonon, idén egyébként kevesebbet, ott van egyébként minden versenyen, és önti belénk a lelket, de egyébként minden, ami szakma, az az edzők, illetve sportigazgatók dolga. Tehát, hogy ilyenekben ők nem szólnak bele egyáltalán. Alberto megjelenik néha, de tényleg néha. Tehát így a Giro utolsó napján például, meg hát nem is tudom, hogy más versenyen ott volt-e. A Tour de Hongrin tavaly, azt tudom. Körülbelül ennyi. Nyilván buta kérdés azt feltenni, hogy itt egy lapra feltenni mindent, ez hosszú távon mennyire kifizetődő, de hogyha mondjuk most ezt inkább szakmára tetted volna fel ezt az időt, akkor nyugodtabb lennél, vagy ezzel teljesen ki vagy egyezve, vagy hogy látod itt, hogy ez? Hogy meddig játszottad, azt nem tudom. Tehát, hogy ameddig vagyok olyan jó, vagyok olyan motivált, meg vannak azok a lehetőségek. Tehát, hogy mondjuk most 38 évesen 140 ezer forintért nem szeretném elrugdosni a kerékpárt, mert annak konkrétan nincs értelme. Én úgy látom. Tehát, hogy akkor már jobb, hogyha elmegyek valahova dolgozni. És azt, hogyha ezt az energiát beleöltem volna a tanulásba, ez azért nehéz, mert én nem vagyok az, aki leül egy irodába, és ott nem tudom, elgépel, meg elpötyök a számítógépen 8 órába, tehát hogy akkor nekem már sokkal jobban fekszik bármilyen kétkezi munka. Nem éreztem, hogy én mit tudom, mérnök leszek, vagy orvos, vagy bármi, mert ez így meg se fordult a fejembe. Ha ezt a mennyiségű energiát belefektettem volna a tanulásba, akkor valószínűleg jobb életkörülmények között élnék a következő 40 évbe, de ezt a mennyiségű munkát biztos, hogy nem fektettem volna bele a tanulásba. Egyébként azért ezt tegyük hozzá, hogy ugyanezt a mennyiségű energiát befektetted volna bármibe, akkor körülbelül ugyanilyen jó lennél abban, de most. Mondjuk eljutottál a kerékpársport mondjuk egyik csúcsára, most akkor is, hogyha nem te nyerted a Giro d'Italiát, de azért a kiválasztott 600-800 versenyzőbe tartozol, vagy mondjuk aki abszolút a kerékpársport csúcsa, tehát, hogyha bármilyen szakmába jutott el a idáig, akkor nyilvánvalóan ott is talán kicsit hosszabb távon, de eredményeket értél volna. Az ember abban jó, amiben energiát fektet, és amiben motivált, és amíg nem vagy motivált, addig azt csinálod, amiben az vagy. Szerintem mind a hárman bringáztunk, vagy bringázolt te még Bélával, mind a ketten bringáztunk, tehát hogy tudjuk pontosan, milyen ez. Béla ezeket racionalizálta korábban sokkal, mint más, de én úgy voltam vele én is annó, hogy elvesztem az áron, amíg lehetett, és amíg élveztem, és sose gondoltam ebbe bele, amit te is mondtál, hogy ez most megéri, vagy nem éri meg. Azt gondolom, hogy
sosem csináltam volna, és most se csinálnám vissza soha. Bizonyos lépéseket lehet, hogy másképp csinálnék, de magát, ahogy te is fogalmaztál a döntéseket, szerintem az ember nem. Tehát egy elégedett kerékpáros vagy, így van? Így van, így van. Annyi a különbség, gyakorlatilag egyszer ez a kerékpáros pályafutás véget fog érni. És hogyha nem Eddie Merckx-nek hívnak, vagy nem tudom kinek, akkor csak a nevedből nem fogsz tudni megélni. Tehát előbb-utóbb el kell kezdje valamit dolgozni. Míg ha ezt az energiát belefektetted volna a tanulásba, akkor oké, hogy, tehát, hogy ténylegesen dolgozol, bár egyébként szerintem ezt is munkának lehet hívni, amit mi csinálunk, hogy az így az nem ér véget, hanem az úgy meg lesz életed végéig. Hát ez egyébként meg... ez se biztos a mai világban már, tehát hogy ez egy nagyon komplikált kérdés, szerintem ezt ne is feszegessük ennyire. Hát igen, meg a másik oldal az, hogy most akár, hogy csürhetjük, feszegetjük a mondat után, lehet nézni, egy, hogy mennyi fizetést kapsz te, mint most, mint versenyző, de annyit nem valószínű, hogy sok közgazdász egyébként a te korodban megkeres, Magyarországon főleg. Ezt első kézből támasítottad, Béla, mint annó kezdő. Ajaj, nem mondja, de én kaptam akkor kafetéria jegyeket, az nagyon menő volt. Tényleg van kafetéria, Maxi? Ha? Tudod, hogy diszkontba kapja a sajem sonkát. Igen, igen, igen. Tényleg, ez egy jó kérdés. Sajem sonka van? Nem a sárga, te hülye. Bocs, nem tudom ezeket. Én nem 16 éve mínusz, tehát le vagyok maradva. A Kométát ismerem, Kapusvárt ismerem. Van valami? Nem kapunk ilyen rendszeres csomagot. Tehát, hogy ez nem. Ilyen rendezvényekre azért szoktunk kapni, nyilván vihetünk haza, de most ilyen rendszeres Kométa csomagot azért nem. Nincs az, hogy megáll minden hét a Kométás kis busz a ház előtt, és Marcikám mit teheti a dagod? Ez nem így működik. A Kométa az rengeteg pénzt fektet a csapatba, és úgy gondolom, hogy az bőven elég nekünk, mint ahogy egyébként szerintem a Lidl a Quickstepnek se ad egy bevásárlási utalványt, hogy akkor srácok ezt levásárolhatjátok, hanem ő is... De egyébként azt tudod, hogy a versenyekre szállítanak külön autókkal nekik élelmiszert egyébként, tehát hogy ez tényleg így van. Aha. Hát egyébként és a Jumbónál is egyébként van egy ilyen. A versenyekre mi is kunkám sonkát, tehát hogy így a csapatnak, az konkrétan mindig ott van a reggeliző és a vacsora asztalnál. Legjobb minőségű brazaolától elkezdve tényleg minden. Azért praktikus, mert nagyon jó íze van a zapkásával, nem? Hát egyébként a brazaolának a zapkásával annyira nincs jó íze, viszont a Pedrazzini családnak van egy saját márkája, ez a Pedrazzini. Ők viszont csinálnak... Fantáziadús. Igen. Egyébként azt nem is tudom, hogy lehet-e kapni valahol máshol, mint én úgy tudom, hogy csak is kizárólag ott a Valtellin a régióban lehet ezeket a termékeket kapni, ami ott Bormio környékén van. Szóval, hogy nekik van ilyen nagyon-nagyon finom joghurtjuk, például kávés. Én azt imádom. Úgyhogy az a zapkásával a legjobb. Oké, és akkor most egy következő kérdés. Mi volt a legvadabb kompozíció, amit verseny csapatársattól láttál? Tehát mondjuk egy példát, én egyszer a Cofidis-esekkel ültünk egy reggelinél, és a zapelyhet a fekete kávéba tette az egyik francia. Például ilyenekre gondolod. Hát ez nálunk teljesen normál, konkrétan az egyik sportigazgató, Jesus Hernández, ő minden reggel az apkásáját, vagy műzlét, vagy bármit, oda megy a kávéautomatához, és abban nyomja bele. Tehát, hogy ez full normál, vagy a cappuccinóval keveri ki. Nem tudom, hát én a omlettel leszem a tésztát. Tojásos tészta az oké. Okay. Egyébként a legdurvább az talán a Walter Attitól láttam a nutellás rizs, még pannonos időkben. Hát még az is elmegy. Én a legvadabbat, amit láttam, azt mondta Tour de Hongrin az egyik dántól, hogy olyan springless chipset törte bele a rizsbe. Nem, tehát hogy azért, ha a chipset nem tördelik bele. Tehát akkor ilyen nagyon extrémet nem láttál a Giro alatt, vagy hát nem kaptál mondjuk. Nem figyelj, kaptál Tomé, mondjuk. Ez nem a jó étvágyat blog, ez mindig a kontra. Akkor még egy kérdés, ami tetten értek titeket, az, hogy az lehetséges, hogy ugye új fejlesztésű bicótok van, új márkával tekertek, ami tavaly jött ki, de hogy időfutamból még nincsen saját konstrukció? Az nem saját. Ne kérdezd, hogy milyen, nem tudom. Hát nem a legjobb, az biztos. Tehát, hogy nem Aurum, na. De ezt konkrétan mondták, hogy nehogy azt merjük mondani, hogy ez Aurum, mert ez nem az. És az valószínűleg a gáz lenne úgymond ennek a márkának is, hogyha azt képviselnénk, hogy ez Aurum. Mert tényleg nem a legjobb fejlesztés. Ez egy régi, nem tudom én milyen, lehet, hogy
Nem tudom, milyen váz. Na, ez volt tavaly is, ez van idén is. Ez még érdekes, hogy egy olyan csapatnak, aki megy egy 3 hetest, még vannak ilyen hefcingölések, jó, de mondjuk a Bianchinál, vagyis a Bike Exchange-nél is hallottuk, hogy ott azért recyclingolták az alkatrészeket, úgyhogy azért megvan itt a gányoling. Hát meg egyébként volt talán az Eddy Merckx házaknál volt ez, hogy mégse Eddy Merckx volt, sokszor előfordult rá. De elégedett vagy az eszközökkel egyébként? De egyébként igen. Egyébként a ENVE kiegészítőkkel megyünk. Az Aurum váz az nagyon-nagyon jó, tehát hogy az tényleg nagyon full, és ezekkel az ENVE cuccokkal aztán végképp. Tehát, hogy nekem azért így meséltek páran, hogy tényleg ez talán így a legjobb ica, amin valaha ültek. Nyilván én annyit tudok mondani trackhez képest, hogy most már ez a bicó kb. Olyan súlyban van, mint az Emondám, viszont merevebb és aeróbb egy kicsit. Pedig a váz forma alapján nem gondolnám, hogy aeróbb lenne. Síkon mégis jobbnak érzem. Még a merevségről írták is egyébként, hogy valami kegyetlenül merev ahhoz képest, amit most országútikat kidobnak. Marciak hozzárásnak, hol lehet téged legközelebb látni? Az OB-n. Időfutam OB-n és a Mezőnyön. Utána Ibrány. Ibrány és Debrecen az időfutam. Igen. Egy gyönyörű, sík 194 kilométer vár ránk a Mezőny versenyen. Valahogy úgy érzem, hogy nagyon várod. Ugye most ugye van rajtam plusz 5 kiló, így jobban megy a sík, úgyhogy annyira nem zavar. Ha egy lenne, akkor most lehet, hogy lenne baj. Tehát, hogy emlékszem, hogy az utolsó nap azt mondta a doki, hogy akkor 3 napig élvezhetem, és akkor utána ír nekem egy étkezési tervet, hogy ilyen nagyon-nagyon vékonyan érkezzek meg az OB-re, és mondtam neki, hogy nem. Semmiképpen sem, tehát hogy én nem szeretnék oda lefogyni, mert teljesen fölösleges. Még jobban is fogom érezni magam, ha van egy pici plusz. És tényleg utolsó kérdés zárásnak. A 194, amhány kilométeres az OB, annál több interjút adtál a Giro óta, vagy kevesebbet? Annál azért kevesebbet. De hogyha ezt az Attitól megkérdezed, akkor szerintem ő többet. Mennyire volt stresszes egyébként a Giro utáni idő? Még egy kicsit stresszes. Tehát, hogy így minden napra jut valami, de egyébként szerintem én közel sem kapok annyi megkeresést, mint az Ati, az nyilvánvaló, viszont azért vissza is kell mondani egy-két dolgot. Tehát, hogy akkor tudod, gyere be ide, gyere be oda, azokra így hajlamos vagyok azt mondani, hogy ne haragudj, de nem. Tehát már egy idő után így elfogy az idő, meg az energia. Marci, legyen ez a zárszó, mert nem akarjuk akkor tovább az estédet rabolni. Így is köszi, hogy tudtunk beszélgetni. Én köszi. Reméljük, hogy nektek is tetszett. A vendégműsorvezetőnknek, kedves Tamásnak is nagyon szépen köszönjük a részvételt. Nagyon szívesen. Úgyhogy, ha tetszett nektek az adás, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg. Patreonon, hogyha támogattok, akkor azt külön köszönjük. Drukoljatok Marcinak, és jó héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Kontra.